Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Az elmúlt héten szerdán testületi ülés zajlott a Városházán, elsőként erről láthatnak egy összeállítást. Egyedül képviselte a Fidesz-KDNP frakciót a mai ülésen. Mi az oka a többiek távollétének? Igen, ez számomra is meglepő volt. Elsősorban arra gondolok, hogy mivel most már június vége felé járunk a nyárnak, úgymond az elején is képviselőtársaimnak nagy valószínűséggel is biztos, hogy így van, különböző elfoglaltságai vannak. Az egyik, a másik meg, hogy most álltunk át egy új számítógépes rendszerre, hogy a képviselők ugye e-mailen kapják meg az éppen aktuális testületésre szóló meghívókat. Gondolom ez az átállás még némi nemű problémát a képviselőtársaknak, képviselőtársaimnak, bár ez úgy látszik, a szocialista képviselőkre nem vonatkozik, csak mi ránk. Remélem, hogy ez az elsődleges indoka, hogy elkezdődtek a szabadságolások, és képviselőtársaim nem értek rá, gondolom én. Tartózkodott az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratának módosításánál. Miért? Igen, itt elsősorban arról van szó, hogy végre talán minőségi munka folyhat az óvodákban, és a különböző intézményeknél ugye törvényi szabályozás írja elő, hogy hány főt lehet egy csoportban foglalkoztatni. Egyetlen egy oka van annak, amiért tartózkodtam, mert ebből a rendszerből láthatóan fognak kiesni gyermekek, és nem látom, nem hozza az előterjesztés az, hogy az ő helyzetük hogyan fog megoldódni. Nem egészen értem, hogy miért nem lehet esetlegesen igény esetén, ha felmerül igény, több gyermeknek a foglalkoztatására óvodai férdőhelyre, hogy több csoportot indítsunk és hozzunk létre, mert ezek a jelenleg kiesett létszámok így pótolhatóak lennének. Ezt nem tartalmazza az előterjesztés, ezért szavaztam tartózkodással. Tartózkodott továbbá a költségvetés módosításánál is, és néhány ingatlan hitelfedezetként történő felajánlásánál. Hát a költségvetésnél alapvetően az ellenzék sohasem szavazza meg a költségvetést, ez minden esetben így van. Annak ellenére nagy módosítások időzelbetéve nem történtek a költségvetésben. Egyetlen egy oka van, hogy a TAO-s pályázatok kapcsán ugye a költségvetésbe bekerülő pénzösszegekkel kellett módosítani a költségvetést. Az ingatlanoknak az elbírálása gyakorlatilag ugye egy KFT-nket érinti, és ezt a KFT-k beszámolójánál elmondtam, hogy elég jelentős kölcsene van a KFT-knek, és ennek visszafizetését nem látom biztosítva. Most is ahelyett, hogy esetlegesen az értékesítésből, mert ezt az ügyvezető igazgató azt mondta, hogy majd a hitelek visszafizetését a telkeknek az értékesítéséből fogjuk megoldani, most lásd, inkább a KFT működésére fogják fordítani ezt a bevételi összeget. Én úgy gondolom, hogy ezt is most már ideje lenne, mivel csak egy fél év van december végéig, amikor esedékessé válnak ezeknek a hiteleknek a visszafizetése. Úgy gondolom, itt lett volna az idő, hogy ezt átbeszéljük, hogy hogyan is fog ez megtörténni. Mi a véleménye az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról? Úgy gondolom, hogy olyan stádiumba ért a város fejlesztése, ugye ez is törvényi előírás, hogy ezzel foglalkozni kell, ezzel a kérdéssel. Én úgy látom, hogy talán most már elindul az a fejlődés a városban, ami nem elsősorban csak a városnak a körülményeit és az élhetőségét célozza meg, hanem a munkahelyeknek és a szakképzésnek a kérdésével is foglalkozni fog. Ezt megelőzően talán egy másfél hete volt egy megbeszélés itt a Városházán, ahol nagyon keményen igényként fogalmazódott meg a városnak a szakképzésének a fejlesztése. Ez a mai nap igaz, hogy ez nem csak ajkai sajátosság, hanem országos sajátosság, hogy nincsenek kellő számban olyan fiatalok, akik olyan szakmai képesítéssel és képzettséggel rendelkeznek, akiket az ajkai foglalkoztatók ugye tudnak foglalkoztatni a városunkban. Ez egy fontos kérdés, hogy ez Ajka városában ez rendezésre kerüljön. A másik kérdéskör az szintén ehhez kapcsolódik elsősorban, az pedig egy innovációs központnak a felépítése, ami arra irányulna, hogy a városban működő üzemek és különböző KFT-k a fejlesztési pénzeket ne vigyék el más városokban. Itt hatalmas pénzekről van szó, tudok olyan fejlesztésről, ami másfél milliárd forintot jelentett a városban, és ezt másik a városnak a fejlesztő is és innovációs központja vitt el. Én úgy gondolom, hogy ezeket a pénzeket mindenképpen meg kellene itt tartani Ajkán, és ezért lenne most már nagy szüksége Ajkának egy innovációs központra, hogy mint az ide letelepülni szándékozó mérnökök, technikusok és szakmunkások megtalálják a városban a számításokat.
A június 24-i ülés volt a nyári szezon első képviselőtestületi ülése. Egy változás is történt ezelőtt az ülés előtt, ugyanis úgy tudom, hogy a meghívókat nem papíron, hanem elektronikus úton kapták a képviselők. Igen, 2003-ban kapott a képviselőtestület számítógépeket, a képviselőtestületi tagok. Hát 2003 óta 12 éve, tehát az elektronikus gépek gyakorlatilag elavultak, és az idejében kicseréltük a számítógépeket, a képviselőtestületi tagok számítógépét, és ezentúl, tehát internetes anyag továbbítás lesz, magyarul a papíralapú anyagoknak a kiküldését nélkülözni fogjuk, ez jelentős anyag megtakarítás és költség megtakarítás jelent. Tehát új számítógépeken internetes anyag továbbítás van a mostani alkalomtól. Mennyire befolyásolja ez azt, hogy a képviselőtestület tagjai nem teljes létszámban jelentek meg a mai ülésen? Ez szerintem semennyire, hiszen egyszerűbb, meg könnyebb a anyagkezelés. Hát június 20-ától már tényleges nyáron, a csillagászati nyár beköszönt. Én azt gondolom, hogy talán szabadságon vannak, nem is azért neheztelek, mert nem voltak ilyen, hanem nem tájékoztattak bennünket. Úgyhogy a szocialista képviselőcsoport egy az egybe így volt, a másik oldalról a Jobbik képviselő is jelen volt, a kereszténydemokraták képviselője közül az egyik, a többiek nem jelezték. Hát illik jelezni azt, hogy valaki nem tud eljönni, persze mindenkinek van elfoglaltsága, nélkülözhetetlen, de semmilyen információt nem kaptunk. Milyen napi rendi pontokat tárgyaltak ezen az ülésen? Hát jó néhány, ha igaz, 9 napi rendi pontot tárgyaltuk. Az egyik a költségvetés módosítása, ez év folyamán többször is megtörténik. A mostaninak az a lényege, hogy plusz 260 millió forinttal változott a költségvetés bevételi főösszege. Hát itt ebben van két tagi kölcsön, az olyan 160 millió forint, amit visszafizettek az önkormányzatnak, és a többi pedig olyan központi támogatások, ami miatt fölment 260 millió forintra. Ilyen volt egy önkormányzati választás, gyermekétkeztetésre pályázatot nyertünk, bérkiegészítések, és egy olyan központi támogatások, amivel fölment 260 millió óra a bevételi oldal vagy megnőtt. Aztán hát tárgyaltunk még például az önkormányzati telkek árának a csökkentéséről is beszéltünk, hiszen tudja mindenki, hogy Ajka városrészeiben jelentős számú önkormányzati telek van, Ajkarendeken, Tósokon, Bódén és Padragon alakítottuk ki. A drágább telkek olyan 4500 forint per négyzetméterek, a olcsóbbak azok olyan 4000 körül négyzetméteres áron vannak, azért, hogy egy kicsit élénkítsük a keresletet és árbevétele is legyen az önkormányzatnak, ezért olyan javaslat született, hogy az Ajkarendeki panoráma teleknél nem, mert ott jól fogynak, gyakorlatilag ott értékesíteni tudja az önkormányzat a telkei, de Padragon 50%-kal csökkent tűjtjük ezennel, Bódén 30%-kal és Tósonokon is 10%-kal csökkennek a telekárok. Ezzel azt szeretnénk elérni a támogatási rendszer mellett, hogy többen vásároljanak, többen építkezzenek, többen jöjjenek Ajkára, és itt maradjanak az emberek. Aztán ilyen érdekeltségnövelő kulturális pályázatok is voltak, a Művelődési Ház és a Ajkarendeki óvoda adott be egy pályázatot 4 millió és 1 milliós összegbe, ennek az önrésze alacsony, ugye ezeket támogattuk, az önrészt biztosítjuk hozzá. Aztán módosítottuk az intézményeink alapító okiratát, a kormányzati követelmények megfelelően átalakítottuk, hogy a kincstár át tudja vezetni a törzskönyvbe. Őket a Szociális és Gondozási Központ vezetője jövőben nyugállományban vonul, erre pályázatot írtunk ki, és a integrált városfejlesztési stratégiát gyakorlatilag elfogadtuk, továbbítjuk a belügyminisztérium felé, számos egyeztetés volt, intézmények, vállalkozások, több száz kérdőívet küldtünk ki, tehát gyakorlatilag összeállt egy olyan tervezet, ami majd alapot ad arra, hogy a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a város kihasználja a lehetőségeit, és a legjobb kondíciókkal induljon.